Feleségemmel beszélgettünk tényleg egy vasárnapi után, ilyen 2016. januárjában, hogy mi lenne, ha valamit kitalálnánk erre a gyönyörű kis virágunkra, a tőzikére, ami csáfolyálosfán 22 hektáron található meg. Próbáltunk egy ilyen kis rendezvényt keríteni, akkor még nagyon kezdetleges körülmények között történt a dolog. Igazából volt egy büfénk, talán egy 5 sörpad, hívtunk ki a lovaskocsis barátokat, íjász barátokat, és próbáltunk valamit kezdeni ezzel az ünnepségünkkel. Hát azóta igazából most már országszinten híresek lettünk. Budapestről, Nógrád megyéből is jönnek akár látogatók. 2 éve ott lemértük az autók számát, 1200 autó volt így egész nap. Hát a 3-4 ezer ember biztos, hogy meg fog fordulni ma is. Bízunk abban, az idő jobb lesz, de én bízok ugyanabban a nézettségben, mint ami eddig volt az elmúlt években. Mi nem egy dübörgő fesztiválra hívjuk az embereket, hanem tényleg ki a természetbe, ki a városból, ebben a csodás környezetben, hogy kikapcsolódjanak, elmeneküljenek a stressz elől, és itt tényleg egy jó csétáljanak, vegyek egy szál világot a párjuknak, kocsikázzanak, és tényleg feledjék el minden gondjukat, és szórakozzanak egész nap. Gondoljuk, hogy ebben a kis közösségben az önkéntes tűzoltó egyesületnek majdnem hogy alapvető feladata, hogy a helyi programszervezésben, lebonyolításban, illetve segítségben az önkormányzatnak a segítségre legyen. Úgy gondolom, hogy ez a kis társaság, akik mi itt összejöttünk, önkéntes tűzoltók segítségére vagyunk ebben az önkormányzatnak. Inkább ilyen legyen, mint egy bármiféle káleset vagy tűzoltás. Igen, élvezzük, ezt önként csináljuk, szabadidőnkből. Mi ezt szeretjük csinálni, és azért csináljuk. Érdekes, hogy egyébként évek óta, hosszú évek óta képviselem Csáfordi Jánosfát a helyiek bizalmából az országgyűlésben, de az első alkalom, mire eljutottam a fesztiválra, a Tőzike fesztiválra, évek óta készülünk már, valami eddig mindig közben jött, az idejében végre sikerült a lányokkal együtt. Óriási szerencséje van Csáfordi Jánosfának, hogy ilyen csodálatos természeti környezetben fekszik, és ezekkel az adottságokkal bír, és nagyon örülök neki, hogy van egy fiatal agilis polgármestere a falunak, aki ki is használja ezt a lehetőséget. Ez az általunk évek óta mondjuk úgy, hogy szponzorált, támogatott Magyar Falu Program szempontjából is egy fontos dolog, hiszen mi a kis településekben a potenciált látjuk, és igyekszünk azokat a támogatásokat a kis településeknek megadni, amivel ha élni tudnak, akkor a falunak egyfajta perspektívát, jövőt tudnak kínálni. Itt beszéltünk arról, hogy van egy egyszerű, egy egynapos rendezvény, ahol a falubeliek, vagy éppenséggel a térségben élők, a megyében élők, akár a megyehatáron túlélők eljönnek Csáfordi Jánosfára, meglátogatják a falut, meglátogatják ezt a csodás természeti környezetet, és jól érzik magukat. De beszéltünk arról is, hogy hosszú távon is a falvak milyen lehetőségek előtt állnak, és mi ezt igyekszünk támogatni többek között a Magyar Falu Programmal is. Van versenyelőnye a falunak, ez a csodálatos környezet, ami itt van körülöttünk, itt van mögöttünk, itt látható Csáfordi Jánosfán is, és talán ez a legfontosabb üzenet, hogy miért kell a vidéket folyamatosan támogatunk és fejlesztenünk. ...1870-es évekre vezethető vissza recept. A fehér papoknak a rendházból onnan hozta egy szakácsnő, azt kísérletezte ki, és úgy ment tovább mindig. Az ízvilága hasonlít a bob piskótájához, a küllem az égetett tésztához hasonlít, de nem az, mert ez egy főzött és egy sütött tészta. Köztudatban úgy van, hogy Győr-Sopron megyében ez negyedikum, és
mert mondom, a családunk már 84 éve bent van, úgyhogy ennyit tudok róla mondani. Hamarabb lett a meleg, aztán így sajnos hamarabb, de azért még így is nagyon szép szerintem. Érdemes azért körbenézni. Szerintem egy ilyen másfél kilométer legalább. Elég hosszan, úgyhogy végig tényleg nagyon-nagyon sűrűn vannak a virágok. Meg hát maga az erdő azért ennyi kidőlt fa, amit azért csak itt a természetrendje módja szerint elrohad, azért ez az igazi. Igen, ettől természetrendje. Igen, hogy nincs elhordva semmi, és tényleg ahogy jó Isten megadta, úgy van minden. És akkor megkérjük itt majd valakit, hogy esetleg egy fotót csinálhatunk-e. Fölrakhatom a varázsszőnyeg oldalra? Jó, persze. Hát igazából az első kisunokám, a Kende unokám inspirált a versírásra. Gyűltek a versek, de még akkor nem voltak rajzok, és miután már több mint 100 vers összegyűlt, akkor úgy gondoltuk, hogy kéne hozzá rajz is, és akkor kellene kiadni, hogy egy szép mesekönyvet tudjak adni a kisunokámnak, meg az összes kisgyereknek. És így az összes volt óvodásomat, a rokongyerekeket, a barát, a családgyerekeket összeszedtem. Volt olyan, amit adtam a verset, és ahhoz rajzoltak illusztrációt, de mivel rengeteg rajzot kaptam, ezért születtek úgy is versek, történetek, hogy inspiráltak azok a gyönyörű rajzok, amit a gyerekek készítettek. Mint óvónéni és mint kétszeres nagymama, azért rengeteg történet lapul a tarsolyomban, és én nagyon inkább a mindennapokba, az összetartozásra, a szeretetre, a vidámságra hangsúlyozom ki, és nagyon sok olyan történet van, ami személyes történet, ahogy velem megtörtént és az óvisaimmal megtörtént. A mesekönyvnek a másik része pedig édesanyámról szól, illetve a kertjében, a tündérkertben történő eseményekről, hiszen a gyerekeket az állatok, a növények, a virágok nagyon érdeklik, és akkor ezek vannak megszemélyesítve, inkább, mint hogy a modern dolgokat vegyem alapul, úgyhogy erről szólnak a könyveim és a meséim. A vonat! Anyu! Na már itt lesz a nyilván. Az egész szortimentet nem mindig tudom ajánlani, mert valamelyik limitált széria, tehát kevés ilyen különlegesek van, ami 5 fajta gyümölcsből van. Hát mikor mi, tehát ez hozza az élet. Úgy kezdődött, hogy nagyon sok gyümölcsfát telepítettem, nem 20 éve, egy kicsit régebben sajnos, és édesanyám nem pakolt el, azt mondta, tele van a spájz, nem eszitek a lekvárt, mert az az igazság, én nem szeretem a lekvárt. Tehát azt szeretem, mikor el tudom adni, és azt mondta, hogy nem, több lekvár nem csinálunk, azt csinálsz a gyümölcsből, amit akarsz. Aztán jött ez a helyi termelők, helyi portékái, és először olyan bizalmatlan voltam, hogy úgyse lehet eladni, és a többi, de szerintem megy. Tehát mindig megkóstolják a lekvárt, és akkor visszajönnek. Ez nem az én érdemem, a természeté, csak nem szabad kivenni belőle semmit, én úgy gondolom. Sok időnk elveszi, szabad időnk nincsen, tehát nyári időszak az ezzel telik, tehát mészkedés, amennyit tudunk, kézműves piacokra jövünk, de hát nem egyszerű, tehát azért elveszi az időnket. Favorit nincs, tehát én amit szeretek különben azok a... Tehát a vegyes mézet én szeretem, tehát az egy... Azt mondom, hogy ami a nyáron terem, az abban minden benne van. Tehát azt szeretem, de például a gyerekeknek például az akácméz az jobb, mert az nem olyan intenzív ízvilágú,
Ugye a vegyes méz az ugye sütésekhez, kávéba előszeretettel használják, mert mindegyik méz egészséges. Tehát én törekszek arra, hogy igaz, ami mindig mondom, mert hogy melyik mézet csinálom, ez az, hát nem én csinálom, mélyek csinálják a mézet. Tehát én nekem az a lényeg, hogy szaporítsam az állományt. Tehát mélyek legyenek, ha van elég mélye, akkor van gyűjtés. Jó idő, passzol jó hozzá, de hát ez ilyen szakma. Köszönjük szépen minden látogatók eljöttek hozzánk egy Csáfony János fára. Az idő egy kicsit lehetett volna jobb is, idő után még többen lettek volna azért. De mi jövőre is töretlenül fogunk készülni ezzel a rendezvényel. Bízunk abban, hogy a tűzike is ilyen szépen virázik, mint idén. És szeretettel várunk mindenkit ugyanide vissza Csáfony János fára, a tűzike tanúsvényre.